Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunontrade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeret fejlesztő előadásán. Én Barta Tusek névoja vagyok. Én is sok szeretettel köszöntöm Önöket, Barta Tusek János vagyok, mi vagyunk a PPH 10-es igazgatóházas párja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom, amit legutoljára csináltam, az ácsolás volt, mára viszont a PPH tanuló csapatszervezés a fő tevékenységem. Gyulán élek, családi helyzetem, itthon mellettem gyönyörű feleségem, és van egy 15 éves lányunk. Azért kezdtem a Nyílt Akadémiát tanulni, mert mint mindenki más, vagy ha most nézed először az előadást, akkor találtál valahol egy hirdetést, egy PPS hirdetést. Vagy találkoztál Szedlacsik Miklós videóival a YouTube-on, és elkezdted nézni. Aztán beregisztráltál a weboldalra. Hát én ugyanezt tettem. És rögtön feltűnt, hogy ez egy olyan dolog, ami, mintha máshol nem így lenne. Nincs így összerakva minden, nem ennyire határozott és céltudatos a képzési rendszer, amit el lehet érni, ahogy fel van építve. És ez nekem nagyon megtetszett. Kicsit még nem láttam át akkor, kicsit meg is voltam szeppen, hogy ennyire komolyan gondolják, de hát idővel ez elmúlik, és az ember felismeri, hogy nem csak azt kell tanulni, ami szimpatikus és élvezetes, hanem azt is meg kell tanulni, ami fárasztó és néha unalmas, vagy át kell rágni magad rajta. Mert a Földre nem azért jöttünk, hogy válogassunk, hanem azért megtanuljunk mindent. És hát mi már 8, lassan már majd 9 éve leszünk itt a feleségemmel, a Nyílt Akadémiánál, már el sem megyünk innen. Határozott céljaink vannak, és ezt szeretnénk minél több embernek átadni és javasolni, hogy legyenek itt a PPH-ban határozott céljai. Röviden magamról annyit, hogy nekem a civil foglalkozás igazából kereskedelmét végeztem. A PPH előtti foglalkozásom, nekünk volt egy családi vállalkozásunk, ilyen szociális szférába működtünk, és én egyre jobban azt éreztem, hogy nem tudok kibontakozni. Egyre jobban azt éreztem, hogy sokkal többet szeretnék ebben az életben elérni, mint az, hogy egy irodában dolgozzak. És a párommal nagyon sok fele voltunk, kerestük azokat a képzéseket, a képzések által persze azt a mestert, mivel hogy problémáink voltak az életben, hogy mi ezeket szerettük volna helyreállítani, és szerettünk volna egy boldog életet élni. És nálunk először a párom kezdte el a képzést, majd 4 hónap múlva én is csatlakoztam, mert azt láttam, mint ahogy a párom is elmondta, hogy itt egy olyan dologról van szó, ami az emberiségért van. Tehát, hogyha nekünk nem lenne, és én ezt már most így 8 év után bátran kimerem mondani, ha nem lenne Szedlacsik Miklós, akkor itt ezen a földön nem fog eljönni az aranykor. Mert ő neki minden tudása, képessége megvan arra, hogy az embereknek átadja azt a tudást, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek, tehát hogy az aranykorra bejussanak. És én azt mondtam, hogy ez az a hely, amit én keresek. És itt nem csak rólam szól ez a történet, hanem mindannyiunkról. Mindannyiunkról, aki úgy gondolom azért vagyunk itt, hogy szeretetben és békében és boldogságban éljünk. És ehhez tudás kell. Rájöttünk, hogy ehhez nem is kicsi tudás kell, hogy mi ezt létre tudjuk hozni. Szóval én ezért csatlakoztam, mert itt minden problémánkra megkaptunk olyan hétköznapi, tehát be tudtuk építeni a hétköznapjainkban a módszereket, amiket itt kapunk, és az, hogy ez nem csak rólam szól. Tehát ez szerintem a mai világban a legfontosabb dolog. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadónk egy olyan vezető, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon.
ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi vezetőnk. Arra jutunk, hogy vezetésével 4 területen ért el a vezetőnk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. 87 óta foglalkozik emberekkel, vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízezer ember képzésében vett részt. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Ő az, aki mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Szedlacsik Miklós olyan küldetést és a küldetés megvalósításához olyan egyedülálló képességeket kapott, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítse oly módon, hogy közvetlen égi forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket tudjon átadni, amely által az emberek képessé válnak az aranykorba bejutni, az a szeretetben, békében és boldogságban élni, és másolni azt, amit a Szedlacsik Miklós tud. Mert hogy nem egy embernek kell sok mindent tudni, hanem rengeteg embernek kell azt tudni, amit a Szedlacsik Miklós tud. És ennek a küldetésnek Szedlacsik Miklós mindent alárendelt. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jön és tartsa meg a mai díjmentes előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Jelenlegi világgal, hogy álltok? Van egy frankó világunk? Mondhatjuk azt, hogy ennél már rosszabb, vagy ennél csak rosszabb lehet, nem? Szóval egy érdekes világban élünk, és óhatatlan, ha nincs tudatosság fejlődés, akkor óhatatlan, hogy ez az emberiség rövid időn belül eltűnik. Tehát ez az emberiség nem arra hivatott, hogy eltűnjön, hanem arra hivatott, hogy visszatérjen abba a létformába, amiből jött. Az pedig egy magasabb rendű létforma. Ha most ezt dimenziókba határoznánk meg, akkor nem egy harmadik dimenzió, hanem egy negyedik dimenzió. És ugye a negyedik dimenzió az a háromdimenziós érzékelésnél nem érzékelhető. Tehát a magasabb szintű létforma az azt jelenti, hogy mindnyájunk számára azt jelentené, hogy neked van több millió, vagy akár több milliárd éves tudásod, ami el van mentve. Ennek lehet, hogy valószínűleg nagy részét egyfolytában élted meg, annak egy kisebb részét részletekben élted meg, valószínűleg. Ez mind-mind el lett mentve, és arra vár, hogy visszakerüljön a tudás a tulajdonosához. De ez a tudás akkor tud visszakerülni a tulajdonosához, ha a tulajdonos az képes szeretetben, békében és boldogságban együttműködni másokkal. És ez nem egy meserész, amit most elmondtam, hanem ez egy tény, hogy a tudásod arra vár, hogy visszakerüljön a lelkedbe, ha kikerülsz ebből a reinkarnációs folyamatból. Ezt a reinkarnációs folyamatot, ezt te választottad, de nem úgy, hogy magát a reinkarnációt, hanem azt választottad,
hogy egy élet során visszakerülsz a felsőbb létformába. Egy élet során. Ha nem egy életet élsz, vagy éltél már meg, akkor bekerültél a reinkarnációs folyamatba, és ha nem szeded össze magadat, akkor benne maradsz ebbe a reinkarnációs folyamatba. Mondom, benne maradsz. Miért? Mert minél több reinkarnációt él meg egy ember, annál távolabb kerül attól, tehát önmagában nem képes arra, és ezáltal annál távolabb kerül attól, hogy visszakerülhessen abba a létformába, ahonnan jött. Ez egy isteni vagy angyali létforma. Tehát, hogy visszakerülhess oda. Ez azt jelenti, hogy egyre távolabb kerülnek önmaguktól az emberek. Tehát önmaguktól. Tehát ez úgy értsd az önmagukat, hogy ez olyan, mint a gyerekkor. Minél távolabb vagy a gyerekkortól, annál jobban nem emlékszel rá. Melyik gyerekkorra gondoltam? Mondjuk az első 5 évedre. Érted? Még 6 éves korodban tök jól emlékeztél a gyerekkorodra. Már 15 éves korodban nem annyira, és akkor így távolodsz tőle, egyre kevésbé emlékszel arra a gyerekkorra. Na ugyanez a reinkarnációs folyamat. Minél több reinkarnációt élsz meg, annál távolabb kerülsz a kiinduló pontodtól, hogy én nem ember voltam, én több annál. Én egy sokkal értelmesebb lény vagyok, mint egy ember. Csak itt rekedtem. Innen ki kellene kerülni. Tehát, ha azt gondolja az ember, hogy ez az ideális létforma számára, akkor ez nagy butaság. Ez nagyon nagy butaság. Tehát ezt a Földet azért hozták létre, hogy legyen egy iskola a lelkeknek, akik sok millió vagy sok milliárd évet már megéltek, és rövid idő alatt akarnak megélni olyan történéseket, olyan kapcsolatokat, amit ellenkező esetben ott maradt volna fent a fenti létformába, akkor ahhoz sok millió év kellett volna. És ezért ugye a legtöbb ember lejött ide, kezdetben egyébként nem csak ezért jöttek az emberek, de ez most részletkérdés ebben a kapcsolatban, de most a bolygó többsége azért jött, hogy megéljen sokkal több történést, gyakorlatilag pár 10 év alatt, mint odafönt akár pár millió év alatt. És miért kell ezeket a történéseket megélni? Hogy határozott különbséget tudjál tenni, na mi közt, hangosan, ugye azt mondjátok, hogyha bement a mikrofonba, hogy a, még egyszerre, így van, a jó és a rossz között határozott különbséget tudjon tenni az ember. Na most, ha megnézzük, akkor az emberek a jó és a rossz között vajon tudnak-e határozott különbséget tenni? Hát eleve a legtöbb ember nem akar megélni rosszat, nem? Ha találkozik egy rosszal, mit csinál a legtöbb ember? Zaklatottá válik, nem? Ezzel azonnal csinál egy olyat, hogy elzárja magát attól a tudástól, a zaklatottsága miatt, mondom még egyszer, zaklatottá válik, ezáltal azt csinálja, hogy elzárja magát attól a tudástól, hogy azt az élethelyzetet, azt a negatív élethelyzetet képes legyen megoldani.
ez mintha elég nagy tudatlanságra vallana, nem? Mert az ember tudná, hogy nem szabad zaklatottá válni, mert különben elzárom magam attól a tudástól, hogy meg tudjam oldani az élethelyzetemet, akkor az ember lehet, hogy rendelkezne ezzel a tudással, akkor lehet, hogy nem fogadná azt a negatív dolgot negatívan. De mit csinál a legtöbb ember? Főleg a mai világban. Zaklatottá válik. Régen mit csináltak az öregek? Én még emlékszem azokra az öregekre, akik egyszerűen úgy kezelték le, hogy az Isten útjai kifürkészhetetlenek. És nem voltak zaklatottak, nem váltak zaklatottá, hanem egyszerűen egy magasabb létformára mutatva, ez az Isten akarata, hogy ez így legyen, így történjen velem. És nyilvánvaló, hogy a zaklatottságukkal akkor pont azt idézték volna elő, hogy ellent mondjanak a jó Istenüknek. Nem? Tehát ha amit Isten akar, vagy az Istened akar, és avval szemben te igen-igen nagy ellenszenvet nyilvánítasz ki, akkor gondoljuk csak végig, hogy az elég nagy butaság, és most finoman fogalmaztam, megpróbálok finoman fogalmazni, megkísérlem. Miért? Mert az ember az nem próbálkozik, hanem kísérletezik. Na és lényeg az, hogy az ember az pont ellentétét csinálja most, mint amit régen csináltak az emberek. Régen az emberek simán megoldották a problémáikat. Az a baj, hogy a fiatalok ezt nem élték meg, és nem tudják, hogy ez így van. Nem kell messzire menni az időben. Az én korosztályomnak a nagyszülei még megoldották a problémákat. Tehát az nem régen volt. Tehát ugye a legkésőbbi nagyszülőm, az 2000-ben halt meg. Tehát nem olyan régen. Tehát az azt jelenti, hogy akik még a század elején, a múlt század elején születtek, azok még képesek voltak a problémáik megoldására. Miért? Mert nyilván ott is volt olyan, aki fölzaklatta magát egy problémára, de a többség nem. Most meg alig van olyan, aki nem zaklatja föl magát egy problémára. Vagy rosszul látom? Tehát gondold végig, ha azt csináltad volna, amiért leszülettél, hogy megtartottad volna azt a hangulatot, ami ahhoz kell, hogy ha jön egy probléma, ne zaklasd föl magad, akkor sokkal, de sokkal közelebb lennél ahhoz, hogy visszatérhess a fenti létformába. Miért? Mert minden problémád megoldásával új és új tudásra tettél volna szert. És sokkal több tudásod lenne az ember és az élet működéséről, mint most van. Na most azt, hogy az ember megélt rengeteg zaklatottságot, az elménk eltárolja. És az a baj ezzel, hogy amikor
Tehát az elménk, az nem a lelkünk. Az elménk a testünkhöz kapcsolódó dolog. Oké? Okay? És az agyunk tart közvetlen kapcsolatot az elménkkel. De az agyunkat az elménk irányítja. Nyilván nem azt a részét közvetlenül, ahol a test szabályozva van az agy által. De a helyes testi működést a helyes agyműködés hozza létre. Na most akkor nézzük, menjünk vissza egy kicsit. Itt van az elménk, amely részünk eltárolt egy csomó információt az aklatottságunkkal kapcsolatban, és így van egy tulajdonság ennek az elme ezer részének, ugye az a bal agyfélteke, hogy mikor hasonló helyzetbe kerülsz, akkor ugye az itt tanultak tudják, mi történik. Az elme reakcióba lép, tehát vagy akcióba lép, tehát akcióba lép, és gyakorlatilag összekapcsolja a jelent a múlttal, és azt az utasítást adja ki, hogy úgy kell cselekedni, ahogy a múltban cselekedtél, abban a helyzetben. De mivel egy zaklatottságod volt a múltban, amit az elmét tárolt, ezért a jelen hasonló helyzetben is mit idéz elő? Zaklatottságot. És akkor az emberek így végig élik az életüket. És utána csodálkoznak, hogy időskorban hát a bölcsességnek szikráját sem mutatják. Mert minél több zaklatottságot megéltek már az életükben, hát annál inkább talál a megfigyelés révén az elme olyan összehasonlítást, ami hasonlít egy múltbéli zaklatottsághoz. És ezért ugye mit látnak az emberek, akik ránéznek ugye a minél korosabb emberekre, azt látják, hogy hát egyre könnyebben fölzaklatják magukat. Tehát pont ellentétes irányba haladnak, mint amiért leszülettek. Viszont ebben a reinkarnációs folyamattal van egy nagy gubanc, hogy a Földön zajló valamivel több mint másfél millió éves folyamat, az 2012. december 22-én lezárult. Ami azt jelenti, hogy avval kapcsolatban hallhattatok valamit. Azt, hogy világ vége. Hát én azt mondom, hogy jó, ha megköszönöd a fentieknek, hogy még nem volt akkor világ vége. Azért nem volt világ vége, mert hogy sok jó ember van a Földön. És hát ha, mondom, hát ha az emberek elkezdenek fejlődni, és egy sokkal dinamikusabb fejlődés révén életük végéig elsajátítják azokat a tudást és képességeket, ami ahhoz kell, hogy visszakerülhessenek az aranykorba, illetve a fenti létformába. Tehát a fenti létformába. Na most, de ezzel mondom, van itt egy gond ebben a kísérlet végével, hogy ugye azért fejeződött be a kísérlet, mert itt nem lehet tovább azt a fajta reinkarnációs folyamatot véghez vinni, amit eddig csináltak.
hanem az megy ki egy másik területre. Tudod, ez olyan, mint mikor van egy gyár, és kiépült a város szélére. És az a gyár, az ott van, de a város az terebélyesedik. És már egyre nagyobb és nagyobb az a város, és már a gyár az nem a város szélén van, hanem benne a városba. És egyszer csak azt mondják, hogy jó, hát ez a gyár itt útban van a városban, ki kell telepíteni, megint csak valahova a szélére, a város szélére. És a földünk az így járt. A földünk az egy lélekjavító gyár. Oké? Ennek készült, hogy a lelkeket megjavítsa. Tényleg, szó szerint értsd. De ez a lélekjavító gyár, ez túl sokat szennyez már itt. Itt az univerzum nem szélén, hanem eléggé bent. Mert az univerzum már körbeépítette bolygókkal és naprendszerekkel. És ez a lélekjavító gyár, ez már nem működhet itt. A lélekjavító gyár, az kitelepült az univerzum szélére. Ami azt jelenti, hogy a reinkarnációt ott lehet folytatni az univerzum szélén. De mivel? Az egy teljesen új keletű lélekjavító gyár, ezért végig kell csinálni az emberiség fejlődését. Ismét, ahogy itt a Földön volt az emberiség számára. Ami annyit jelent, hogy indult onnan, hogy őskor, ókor, középkor, újkor. Oké? Tehát vissza lehet inkarnálódni, csak nem erre a bolygóra. Oké? Tehát az inkarnáció úgy működik, hogy tisztában legyünk ezzel, hogy előfordul olyan, hogy oda inkarnálódik valaki vissza, illetve előfordult. Tehát a hagyományos inkarnációról beszélek, ami eddig volt. Tehát úgy inkarnálódtak az emberek, hogy egy része, egy kis része visszaszületett abba a családba, amit elbaltázott. Hogy kijavítsa. Nyilván ahhoz idő kellett, ezáltal ugye meg kellett várni az illetőnek, hogy oda a családba szülessen egy gyerek, ahova ő visszainkarnálódhat. Oké, ez a kisebbik rész. A nagyobbik rész inkarnációja az úgy folyt, hogy ugye meghalt az illető, és utána lehet egy közös keresés a teremtőjével, egy közös keresés, hogy kiválasszon egy olyan családot, ahol megéli majd azokat a helyzeteket, amit az előző életében elbaltázott. Oké? Ez is valamennyi időt vett igénybe természetesen, ez a keresés. Ez a múlt század második felében már átlag csak 13 év volt. Átlag. Na most, de addig, míg kevés család volt a Földön, minél kevesebb család volt, annál hosszabb időtartamot vett igénybe, hogy rátaláljon az a
lélek egy olyan családra, ahol meg fogja élni azokat a hibákat, amit elkövetett az előző életében. Ezáltal ugye régebben, ahogy megyünk vissza az időben, egyre nagyobb-nagyobb távolságú inkarnációkról beszélhetünk. És ahogy jövünk közelebb a mához, ugye egyre rövidebb időtartalmú inkarnációkat láthatunk. Na most de gondold végig, hogy a manóba itt az elmúlt mondjuk 100 évben ilyen robbanásszerűen elkezdett növekedni az inkarnáltak száma. Tehát elkezdett növekedni az emberiség. Hát ugye ennek két magyarázata van. Egyik, hogy egy csomó olyan ember volt, nem ember, bocsánat, lélek volt. Hát de emberi lélekről beszélek. Várt az inkarnációra, akik nem követtek el nagy bajokat. Oké? És ezáltal, hogy nem követtek el nagy bajokat, nekik egy olyan családba kellett beszületniük, ahol hát kevés problémát élnek meg. Hát kevés problémát. És ugye ezáltal, mikor eljött az az időszak, ahol a családoknak a legjobb volt működni, az a második világháborút követő időszak, egészen mondjuk a 90-es évekig, ahol, ha megnézitek, rengeteg ember született ebbe az időszakba. Földbolygó szinten nézzétek. Ez az egyik dolog. Másik dolog, hogy ugye minél több inkarnációt megélt valaki, annál távolabb kerül attól az emléktől, hogy ő honnan jött. Ez egy tudatalatti emlék, nem tudatos. Hogy mit keresek én egy ilyen társadalmi formában, egy ilyen alacsony szintű. Tehát viszonylag alacsony szintű társadalmi formában. Tehát ez azt jelenti, hogy mivel minél távolabb vannak az első inkarnációtól, annál nehezebb maguk révén kikerülni innen. Ezáltal elindultak azok az inkarnációk, akik azt vállalták, hogy megyek le a földre, és a tanításom révén kisegítem az embereket, az itt rekedt embereket. De ugye a fentiek kicsit jobban tudják, mint mi, hogy hogyan működik az ember egy inkarnáció során. Tudják azt, hogy nincs tudása. Tudják azt, hogy a tudás révén fog tudni tanítani. És ha nem akar tanulni, akkor ő sem fog tudni segíteni senkit. És hát ugye azt is tudják, hogy ez az egyéntől függ, hogy akar-e tanulni vagy sem. Ezáltal ugye azt is
kalkulálták a fentiek, hogy milyen arányban fognak azok a lelkek, akik lejönnek tanítási szándékkal, milyen arányban fognak tanítóvá válni. És ez azt jelenti, hogy tömegesen jöttek le a lelkek, hogy tanítsák majd az embereket. De mivel a lélek nem tudással jön le, mert ha tudással jön le, akkor sajnos ott marad az előző életi frusztráció, ezáltal, hogy ez ne történjen meg, ugye elmentik a tudását, és kitörlik a tudást, és marad a tiszta szeretet. És ugye a fentiek azt is tudják, hogyha ezt a tiszta szeretetből minél nagyobb részt tud megtartani az egyén, annál jobban fog működni. És ugye leküldték a lelkeket, hogy segítsenek, ezt elkezdték küldeni a 1800-as évek vége felétől, úgy körülbelül, második felétől, és hát azóta ugye vannak, akik többször inkarnálódtak, vannak, akik csak egyszer. És ez azt jelenti, hogy azt is tudták a fentiek, hogy ahhoz, hogy az emberek tömegesen visszakerülhessenek a fenti létformába, közösséget kell létrehozni. Tehát közösséget. Akik visszakerültek a fenti létformába az évezredek során, az mind kizárólag közösségben tudta ezt megcsinálni. Ugyanis fent olyan a működési forma, hogy aki oda felkerül, ott feltétel nélküli együttműködést várnak el attól a lélektől. Na most gondold végig, feltétel nélküli együttműködést remeteként nem lehetett megcsinálni. A feltétel nélküli együttműködést csak és kizárólag valamilyen közösségi egységben lehetett megcsinálni, ami több, mint egy család. Oké? Tehát ezért például csinálták sokszor kolostorokban ezt. És a kolostorokból kikerülő emberek az életük befejeztével felkerülhettek vissza. Illetve voltak olyan népek, ahol hát sok minden tévesen tanítottak róluk, például az inkákról, majákról. Mitől mi olyanokat tanítottak, hogy emberáldozatokat csináltak, meg ilyen baromságokat találtak ki. Ez nagy hülyeség. Mert ugye az emberáldozat az gyilkosság, akárhogy nézzük. Hanem ugye akkor mi volt? Tehát azok a népek, amelyik felkerülhettek a felső létformába, ott nem volt hatalomészség. Tehát amikor azt ábrázolják, hogy hatalomészség volt, akkor az hazugság. Tehát mit jelent a hatalomészség? Az a baj, hogy a nyugati társadalomban az egyénben megjelenik a hatalomészség. Milyen formában? Felhalmozás formájában. Vagyon formájában. Milyen vagyon? Olyan vagyon, hogy kitűnni a többitől. Érted?
Na most, ha azt mondod, hogy az emberben nincs olyan, hogy kitűnni a többitől, akkor te nem ismered az embereket. Tehát minél nagyobb olyan érzése van az egyénnek, hogy kitűnni a többitől, annál jobban fog törekedni a hatalomra. Márpedig a hatalomnak egyik eszköze a vagyon. A minél nagyobb vagyon. Tehát ezért két dolog van. Vagy azok kerülnek hatalomra, akiknek van vagyonuk már, vagy hatalomra kerül, és utána szerez vagyont. Vagy rosszul látom? Tehát a hatalom és a vagyon az összefügg. És ez azért, hogy kitűnni a többitől. Érted? De nem kicsit kitűnni, mert azzal nem lenne nagy gond. Hanem sokkal kitűnni. Tehát engem mindig világéletemben, mióta elvégeztem a szakmámat, meg már előtte is, ugye érdekelt az autó. Ezért lett a szakmám anno annak idején. És azóta is rendszeresen foglalkozok autókkal, szerelni csak a sajátomat szoktam. De hál' Istennek nem sűrünk el. Mag szervizelni. Azt is megoldom. Szóval lényeg az, hogy szoktam nézni, hogy melyik autótípusból mennyit árusítanak. Tehát mennyi van használt piacon. A használt piacon melyik márkából mennyit árusítanak. És az egy röhely, hogy például Mercedesből annyit árusítanak, mint Volkswagenből. Mert a Mercedes az nem egy népautó. A Volkswagen meg egy népautó. Érted? És ez, ha nem értitek, hogy mi ezzel a probléma, az, hogy ő egy Mercedes-szel akar kitűnni, úgyhogy közben kilóg a segge a nadrágból. És akkor most nem voltam finom. Oké? Ha jobban nézegettem volna, akkor lehet, hogy a BMW-t néztem volna, az még többet értékesítenek, vagy többet árulnak, mint Volkswagen-t. Érted? Mert ő akar lenni a Mercedes-szel meg a BMW-vel a Jani, tudod? A ki, ha ő nem. És ha nem hiszed, nézd utána a használtautó.hu-n. Nehogy azt hitt, hogy most hantázok ezzel kapcsolatban. Nézd utána. Tehát lényeg, hogy gondold végig, hogy mennyire akarnak kitűnni a tömegből. Érted? Tehát az a legfontosabb dolguk embereknek a nyugati társadalomban, hogy minél több vagyonuk legyen. De olyan vagyon, amit a többiek látnak. Érted? Nem bankszámlán, mert azt nem látják. Nem így, nem úgy, ami el van rejtve a mások szem elől, hanem úgy, amit látnak. Hát a családi háza van, akkor minél szebb kerítése legyen, nem? Ott kezdődik. Minél szebb kertje, amit minimum kertész művel, nem? Akkor a háza, az kitűnjön. Láttál te mostanában új építésű házakat olyan területen, amit nemrég húztak föl? Tehát, ahol előtte szántóföld volt? És most teljesen új házak vannak, érted? Tehát magyarul egy lakótelepet létrehoztak? Családi házakból? Láttál ilyet? Tehát szerinted az mind KP-ra építette?
Tehát magyarul volt annyi pénze, hogy azt fölépítse? Ami azt jelenti, hogy tovább nyújtózkodott, mint a takarójaért? Szerinted 100-ból hány nyújtózkodott tovább, mint a takarójaért? Mondjuk 99? Körülbelül. Érted? Na most az mi, ha ki, ha én nem? Érted? Miért nem addig nyújtózkodott, ameddig a takarójaért? Miért nem? Ja, mert akkor nem jött volna elő ez a ki, ha én nem. Oké? Tehát akkor nehogy azt mond nekem, hogy az emberekben nincs benne az, hogy ez a ki, ha én nemség, ez a kilógni, kinőni a tömegből, érted? De mivel kellene kilógni a tömegből? Nem azzal, hogy mit tudom, a környéken neked van a legszebb autód, vagy a legdrágább, vagy a környéken neked van a legdrágább, vagy a legszebb házad, érted? Nem ezzel kellene kilógni, mert nem ezért jöttünk a földre. Hanem akkor szerinted mivel kellene kilógni? Nem véletlenül a tudásoddal? Figyeld, szerinted azért jöttünk a földre, hogy a vagyonodat gyarapítsd, és utána magaddal viszed? Nem. Mire való a vagyon? Arra, hogy a szükségleteidet fedezze, nem? Az, hogy legyen lakhatásod, az szükséglet, nem? És a fölött mire való a vagyon? Na, mire való? A szükségleteidet biztosítod, az a fölötti vagyon mire való? Ha baj van, legyen mihez hozzányúlni, nem? Ennyi. Tehát Magyarországon, tehát én néztem nem olyan rég, egy pár évvel ezelőtt, egy olyan statisztikát, hogy hol helyezkedünk el az ilyen vagyon tekintetében. Az mit jelent? Nézték azt, hogy ingatlan, és nézték azt, hogy bankszámla. Tehát bankszámla. A bankszámla tekintetében hátul helyezkedünk el. Tehát ami azt jelenti, hogy a pénz, effektíve pénztartaléka a magyaroknak nagyon kicsi a nyugatiakhoz képest. De mégsem kicsi a vagyonunk, mert nekünk a vagyonunk az ingatlanban van. Érted? Sőt, ugye ez egy magyar tradíció, hogy legyen az embernek saját ingatlana. Nem, ebben egy különösebb gondom nincsen. Ami azt jelenti, hogy ha a kettőt összeadjuk, a bankszámlákat és az ingatlan vagyont, akkor nem is vagyunk olyan rossz helyen. Csak az ingatlan vagyonnal mit kezd az ember, ha baj van? Mit csinál a nyugati, ha baj van? Fogja és odébb áll. Érted? Odébb áll olyan helyre, ahol nincs baj. És a magyar mit csinál? Szívja a fogát, nem? Azt csinálja. Na most, erre mondhatod azt, hogy persze a nyugatiaknak könnyű, mert mit tudom, 6-szor, 8-szor annyi pénzeket kerestek, mint mi. Most már azért nem így van, de most is párszor többet keresnek. Csak már nem annyiszor. Na most, és ezért mondhatod, hogy könnyebb nekik takarékoskodni, stb. Tehát félrerakni.
És akkor én megmondhatnám erre, hogy miért nem foglalkozol olyan foglalkozással, ahol több pénzt tudsz keresni. Miért nem? És akkor azt mondod, mert nincs olyan. Na most, én rengeteg olyan embert láttam életemben, akik úgy gondolkodtak, hogy lehet, hogy azon a területen azt nem lehet megcsinálni, amit ő kitanult, vagy amivel foglalkozott, mint átlagember. Hogy nem lehet megcsinálni azt, hogy annyi pénzt keressen, hogy abból legyen tartalék is. Tehát, hogy jusson is, maradjon is. De mondom, én nagyon sok olyan embert láttam, akik elkezdték használni az agyukat. És azt mondták, hogy átlag emberként mi az, amiben foghatok, ahol nem annyit kereshetek, mint egy átlag ember, hogy legyen tartalékom. Igaz. És én ezt csináltam 91-ben. Nem 90-ben. Nem 91-ben, 90 decemberében. Tehát 90 decemberében. Mert akkor döntöttem el, hogy én olyan dologgal is elkezdek foglalkozni, ami megadhatja azt, hogy annyi pénzt keressek, amennyit szeretnék. Érted? Na most, nem tudom neked, volt-e már valaha ilyen gondolatod, hogy annyi pénzt keresni, amennyit szeretnél keresni? Kinek volt ilyen gondolata valaha, bár, legalább egyszer? Mindenkinek, oké. Okay. Hát nekem is volt ilyen gondolatom. Csak én már 91-ben rátaláltam arra, hogy van ilyen lehetőség. És képzeljétek el, akkor el is kezdtem az ilyen lehetőséget. És rájöttem azóta, hogyha bármilyen más dologba belekezdtem, rosszul jártam. Tehát én nem örököltem vagyont, nem voltam, meg a szüleim se jókor, jó helyen, hogy tudom, privatizációban részt vegyenek, mert nem volt ilyen. Én nem voltam még kisztag se, engem még oda se vettek föl. Pedig akkor mindenki kisztag volt, én nem. Elintéztem, hogy ne vegyenek föl egyébként. De tényleg, szó szerint. Hát gondoljátok végig, úttörőnek egy évvel később vettek föl. Kisdobos, és én voltam utoljára az osztályból, mármint az azt jelenti, mert mindenki kisdobos volt, én még mindig nem. Mert annak idején voltak ilyenek. Ami azt jelenti, hogy ezáltal akkor megérteted, hogy nem voltam pártag, hogy mit tudom, jókori legyek jó helyen. Nekem egy döntésem volt, hogy én fantáziát láttam olyan lehetőségben, anno annak idején, ahol az ember részesedhet mások teljesítményéből is. Nem csak a sajátjából. Ugyanis ha az ember csak a saját teljesítményéből részesedik, ha egyre több jövedelmet szeretne, akkor egy idő után beleszakad a munkába. Világos ez? Nekem, mint munka,
azt tetszett meg 90 decemberében, hogy lehet részesedni, ha jól csinálom a dolgomat, lehet részesedni mások teljesítményéből. De még ehhez kellett egy plusz dolog is, hogy kellett valami olyan tevékenység, nekem a szolgáltatás volt a szimpatikus, ami révén ezt meg lehet csinálni. Na most, hogyan szoktak az emberek, milyen módon szoktak mások teljesítményéből részesedni? Hát ha valaki mondjuk cégtulajdonos, és akkor alkalmazottakat foglalkoztat. Ez az egyik. De sok pénz kell hozzá. Mit tudom én, valaki könyvet ír, kiadja a könyvét, megveszik, újra nyomják, stb. Tud részesedni belőle, mert nekem nem volt ilyen képességem. Most már lenne, de akkor nem volt. Szóval ez nem játszott szerepet. Vagy örökölhetett volna az ember nagy vagyont, és akkor csinálhatta volna azt, hogy ide-oda befekteti, jó kis befektető tanácsokat kér, és annak alapján természetesen. És akkor gyarapodik, és akár a hozam egy részéből megél. Ez se volt lehetőség számomra. Tehát én azt láttam, hogy ha anyáméknak pénze volt szükségük, akkor dolgozniuk kellett keményen. Oké? Ha több pénzre volt szükségük, akkor még keményebben kellett dolgozni. Vagy te nem lesz, ezt láttad? Tehát én is így nőttem föl. De amikor 91-ben, vagyis 90-ben hallottam azt, hogy van más lehetőség, amit úgy hívnak, hogy hálózatépítés, én nem mentem el mellette. De engem a termék forgalmazásos hálózatépítés az igazából sosem motivált. Mert mindig utána, amikor jobban ráláttam a dolgokra, akkor rájöttem arra, hogy a termékforgalmazásos hálózatépítéssel az a legfőbb probléma, hogyha a terméket értékesít az a hálózat, vagy az az egyén, akkor az árértékben az a termék sose lesz jó. Tehát sose. Tehát mindig árérték problémák voltak a termékek hálózati értékesítésénél. És én ezt nagyon hamar átláttam, és amikor megkínáltak azzal, hogy hálózatos értékesítés és termékforgalmazás, akkor azt mondtam, köszönöm szépen, abból én nem kérek. És hát akkor ugye mi volt nekünk akkor? Szolgáltatás. Méghozzá olyan biztosítás, amit ha az ügyfél megvesz tőled, vagy megveszi a biztosítótól közvetlenül, ugyanannyit fizet. Így is. Úgy is. Csak ha ugye tőlünk veszi meg, akkor azután van jutalék. Érted? És ugye a hálózatépítésnek, hálózatos értékesítésnek az a lényege, hogy akik vesznek szolgáltatást, azok akár értékesíthettek is, ugyanúgy, mint az egyén saját maga. És ez a kombináció, hogy egy jó szolgáltatás, meg egy hálózatos értékesítési forma, erre rájöttem elég hamar, hogy ez az egyetlen lehetőség egy átlagember számára. Arra, hogy két dolgot csináljon. Én nekem az átlagnál mindig magasabb volt a szabadság igényem. Ami azt jelenti, hogy nekem az alkalmazotti lét az nem volt szabadság. Semmilyen formában. Még akkor sem, mikor sofőr voltam. Mert másfél évig csináltam azt is. Tehát még akkor sem. Pedig akkor reggel elmentem, aztán estig nem láttam senkit. Mire visszaértem a kocsival, legtöbb esetben akkor már ott sem volt a főnök. Érted? Mire visszaértem? Hát azért főnökkel max reggelente találkoztam. Tehát, de mégse éreztem magamat szabadnak. Miért?
mert anyagilag nem éreztem magam szabadnak. Tehát a szabadság az nem csak egy fizikai szabadság, a szabadság az egy anyagi szabadság is. Érted? Tehát amikor az anyagi szabadság azt jelenti, hogyha bármire szeretnél kiadni pénzt, ez ne legyen gond. Ne jelentsen gondot. Bármire. Ha most, mit tudom, azt mondanád, hogy most valamire 50 milliót kell kiadni, mondom 50 milliót, akkor ez ne legyen gond. Érted? Nem 50 ezret, hanem 50 milliót. Érted? Ne legyen gond. Tehát az anyagi szabadság azt jelenti, hogy bármire ki akarsz adni valamilyen oknál fogva a pénzt, ne legyen gond. Érted? Tehát ne legyen az, hogy nem tehetem meg. Ha valamire azt tudod mondani, hogy nem tehetem meg, az nem szabadság. Érted? Tehát most gondold végig, ez azt jelenti, hogy az ember az belesüpped ebbe a, hát nem olyan rossz, de nem is annyira jó. Érted? De nem is annyira rossz. Ebbe a fajta életbe, ahol megelégszik ezzel az élettel, hogy csak ennél rosszabb ne legyen. Sőt, az még rosszabb ebből a helyzetből, amikor azt mondja az ember, hogy hát az átlag fölött élek egy kicsivel. Érted? Mert akkor azt tudja mondani, hogy hát nekem jobb, mint az átlagnak. Érted? És akkor el van azon a szinten. De ez nem ad szabadságot, ez a szint. Érted? Tehát a szabadság az, hogy bármikor, oda mész, ahova akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradsz ott, ameddig akarsz. Ez a szabadság. Érted? És ehhez kell olyan fajta jövedelem, ami korlátlan mértékben tud emelkedni. És gyakorlatilag egy átlag ember számára egyetlen egy lehetőség van, az a hálózatépítés. De a hálózatépítésben vannak gondok. Tudod micsoda? Hogy vajon milyen etikus a termék? Vagy a szolgáltatás? Hát a terméknek rossz az árértéke, vagy a szolgáltatásnak rossz az árértéke, már nem is etikus. Ha hasonló terméket vagy szolgáltatást megvesznek a piacon máshol, sokkal olcsóbban, már nem etikus. És nem csak az a lényeg, hogy a szolgáltatás vagy a termék mennyire etikus, hanem az is, hogy a tulaj mennyire etikus. Tehát amikor én létrehoztam az első hálózatépítő szervezetemet, előtte én voltam egy hálózatépítő szervezetben, amely létrehozott egy másikat, tehát ez már kettő, abban is benn voltam. Kipróbáltam egy harmadikat, és ránéztem egy negyedikre. Azt nem próbáltam ki, csak ránéztem, belenéztem. Lehetőséget kaptam, hogy belenéztem. És mindenütt, mind a négy helyen, nem az elsőné nem, mert ott nem is ismertem a tulajdonosokat. Mind a négy helyen azt állapítottam meg egy idő után, hogy nem etikusok a tulajdonosok. Oké? Mindenütt ezt állapítottam meg. Mondom, az elsőné nem tudtam, mert fogalmam nem volt, hogy kik a tulajok. Most onnantól kezdve, tehát szó szerint bebizonyították az etikátlanságukat. Azt mondtam, hogy na akkor én létrehozok egy saját hálózatépítő szervezetet, ahol bebizonyítom, hogy lehet etikusan működni. Oké? És ez volt 94. Mert addig 90 volt egy másfél éves előéletünk, ahol hárman voltunk együtt, azonos arányban tulajdonosak,
ahol alig vártam, hogy abból megszabaduljak. Jó? Ami azt jelenti, hogy ott a másik két tulajdonos társam, az, mint kiderült, nem annyira etikusak, mint ami, ahogy én gondoltam. És lényeg az, hogy azóta ez a szervezet, ez létezik 94. július 1 óta. Érted? Az létezik. Ez egy létező szervezet. Ezáltal mi vagyunk a legidősebb magyar hálózatépítő szervezet az országban. Oké? Okay? Tehát tőlünk idősebb magyar szervezet, amelyik hálózatépítéssel foglalkozik, azóta folyamatosan, olyan nincs. Jó, azóta volt több szolgáltatásunk, amivel piacvezetők lettünk. Érted? Tehát mondhatjuk azt, hogy ezelőtt két jelentős szolgáltatásunk volt, mind a kettővel piacvezetők. Miért hagytuk abba azokat a szolgáltatásokat? Mert addig csináltuk, míg a jogszabályok engedték. Oké? Okay? Mert az kifejezetten magyarországi specialitás volt. Ameddig a jogszabályok engedték, addig csináltuk. És ugye 2000-ben kezdtem el olyan dolgot kitalálni, hogy akkor fejlesszük az embereket. Ugye emlékeztek rá, Marika Irmuska, hogy volt nekünk egy egyesületünk. Ti ott ugye alapító tagok is voltatok. És az egyesületben már elkezdtük az ilyen típusú képzéseket, mint amit most csinálunk. Csak jött a következő piacvezetői pénzügyi terület, amit megcsináltunk. Majd utána volt egy kis varga betű az egészség területén, amit úgy látszik meg kellett élnünk, mert nagyon jó tanulságos dolgok, tanítások voltak abban, ezáltal az egészség sem kínai számunkra. Főleg az én számomra, ugye ez volt a fontos. És lényeg az, hogy eljutottunk 2010-ig, ahol ugye lett egy olyan szolgáltatásunk, amit én szívemből, lelkemből csináltam volna már előtte is, csak nem volt főtevékenység. Mert én, nekem mindig tetszett azt, hogy az embereket fejleszteni. Mindig tetszett olyan dolog, ami az emberek javát szolgálja. És az emberek javát szolgáló tevékenység az azt jelenti, hogy az egy szolgálat, érted? Tehát amit én csinálok, az egy szolgálat, és amit 91-től kezdtem el, én azt szolgálatnak tekintem. Tehát akkor is öngondoskodás eszméjét érvényesítettük, illetve értékesítettük, és valamilyen szinten az működött is. De ugye az egy pénzügyi öngondoskodás volt. Ez is egy öngondoskodási forma, amit most csinálunk, de itt a tudásodról gondoskodunk. Szóval gondold végig, egy olyan fajta tevékenységet végzünk, amiből tud az ember részesedni. Tehát emberek most mindenféle hálózatépítést végeznek évtizedek óta itt Magyarországon. Ugye ez a 80-as évek végétől indult. Egyébként ilyen tényleg jól működő hálózatépítés az osztrák biztosítás volt. És az, jól emlékszem, 89-ben indult. És lényeg az, hogy a hálózatépítést mellett én sok mindent láttam. Hát gondoljátok végig, jóval több mint ezer céges tárgyaláson vettem részt, ahol bele kellett tekintem olyan cégnek a működésébe, stb. Na most ezt azért mondom, mert hogy tisztában vagyok azzal, hogy milyen üzleti lehetőségek vannak
Magyarországon, vagy akár a világban. És engem mindig csak az érdekelt, hogy valami mennyire etikus, vagy mennyire nem. És ezt mindig átláttam kezdetektől, hogy valami mennyire etikus, vagy mennyire nem etikus. És ezáltal ugye nem tudtak olyanba bevinni, amire én úgy ítéltem meg, hogy nem etikus, és utólag mindig kiderült, hogy jól ítéltem meg. Na most, de gondoljátok végig, hogy 90-től ismerem magát a hálózatépítést, mint üzleti lehetőséget. És azóta sem találtam az átlag embereknek jobb üzleti lehetőséget, mint a hálózatépítés. Érted? Csak egy dolog különbözteti meg a hálózatépítést a hálózatépítéstől, hogy, illetve kettő, mennyire etikus a szolgáltatás vagy a termék. A termékök közt nem találtam még olyat, ami etikus lenne. Szolgáltatásoknál volt, de közel sem olyan etikus, mint a mi szolgáltatásunk. És a másik, hogy mennyire etikus a tulaj. Ez a másik. Na most gondoljátok végig, hogy ha mi vagyunk a legidősebb magyarországi hálózatépítéssel foglalkozó magyar szervezet, a többi már mind tönkrement, vagy azóta 628 úgy teljesen átalakult, tehát már nincs is az a cég régen, csak a tulajdonosok már mit tudom én hányszor létrehoztak ezt, azt, amazt, akkor gondold végig, nem lehetünk mi olyan etikátlanok. Mert akkor nem lennénk fenn hány éve? 94 óta? 29 éve, nem? Jól számolom? 29 éve. Tehát ez az egyik. És van egy olyan szolgáltatásunk, amiben én beleadok apait, anyait, de nem csak én, hanem a feleségem is. Az azt jelenti, hogy minél jobban szolgálhassuk a te fejlődésedet, ez bármilyen szinten, tehát ha akarod, szellemi szinten csak, ha akarod, pedig fizikai szinten is, tehát anyagi téren. Tehát mi azt szeretnénk, hogy te minél többet keres. Miből? Hát a hálózatépítésből. A hálózatépítés azt jelenti, hogy tanulóként, hogy tetszik neked azt, ahol tanulsz, szólsz másoknak. Most, hogy idegen az a személy vagy, ismerős, ebből a szempontból részletkérdés. Ez az elve. Ha ezt jól csinálod, akkor igen hatékonyan tudtok szólni az embereknek. Hallottátok, a színpadon volt kint olyan személy a mai nap folyamán, aki azt mondta, hogy 9-ből 6-ot hoztatok be. 9-ből 6 embert. Elég jó átlag, nem? Tehát 9 meg lett szólítva, ezzel a dologgal el lett nekik mondva, hogy miről szól a történet, és abból 6 tanuló lett. Tehát lehet valamit jól csinálni, lehet valamit kevésbé jól csinálni. Jó, tehát gondold végig, hogy ez azt jelenti, hogy minden egyes tanuló, ameddig itt tanul, annak a 78%-a kerül kifizetésre jelenleg. Tehát az azt jelenti, hogy a befizetett tandíjnak a 78%-a az jutalékba kifizetésre kerül. Tehát jutalékba kerül. Érted? Kik között? A szervezők között, és azok között, akik hozzájárultak valamilyen szinten annak az illetőnek a tanulóvá válásához. Oké? Okay? Tehát 78% minden befizetés, tandíj befizetésből 78% az jelenleg kifizetésre kerül. Ez régen ilyen 50% volt, csak ugye a karrier emelkedés miatt ez növekszik. Szóval, 70, sehol nem találsz ilyen. Lehet, hogy termékeknél van ilyen,
Ami azt jelenti, hogy mondjuk a 10.000 forintos áru termék, az kerül nekik 1.000 forintba. És 10.000-ért adják. Érted? És akkor lehet, hogy ott ki tudnak fizetni belőle, mit tudom én, hasonló arányokat. Csak ezt úgy hívják, hogy átverés. Érted? Tehát árértékben a termék közel nem ér annyit. No szóval, tehát van egy lehetőség az embernek arra, hogy tanuljon, fejlődjön. Egy. Kettő, van egy lehetősége arra, hogy a tanultakat használja, és alkalmazza a gyakorlatban. Ugye ez lehet, hogy ez a kettő szorosan összefügg. De az a lehetőségünk is van, hogyha itt tanulunk, szóljunk másoknak. És onnantól kezdve te tudsz részesedni azoknak a tandíjából, mint jutalék. Ha ezt te nem tartod etikusnak, akkor gondolkodj el rajta, hogy miért nem kapod a kenyeret ingyen. Miért kell érte fizetned? Oké? Mondom, gondolkozz el, mert szerintem te azt is ingyen szeretnéd. Milyen egyszerű. Jó, tehát ugyanis mi nem fizetünk, mit tudom én, tévéreklámra, nem fizetünk rádióreklámra, nem fizetünk, mit tudom, a Facebookon reklámokra. Érted? A reklám költséget az emberek kapják meg. Oké? Okay? Akkor mit eredményez? Minél, tehát az azt jelenti, hogy nem csak azután tudsz részesedni, akit tanulod behozol, hanem amit a te tanulód behoz, azután is tudsz jutalékot kapni. Meg amit az ő tanulója behoz, meg amit az ő tanulója behoz, meg amit az ő tanulója behoz, azután mindenki után tudsz részesedni. Ami azt jelenti, hogy így létre tud jönni egy nagyobb csoport. Egyre nagyobb csoport, mert ugye mindenki után tudsz részesedni. És az azt jelenti, hogy ezáltal minél nagyobb a csoport, annál nagyobb tud lenni a jövedelmed. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha elég nagy jövedelmet érsz el, mert elég nagy csoportot hoztál létre, akkor szabad lehetsz. Érted? A szabadság azt jelenti, amit elmondtam, hogy odamész, ahova akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig marad, ameddig akarsz. Jó? Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy bármire, ha szükséged van, kiadhatsz pénzt. Érted? Ha mit tudom, egyik pillanatra a másikra át kell utazni a Földet, mondjuk a Föld túlsó oldalára, akkor ez ne jelentsen problémát. Ha a családot kell elutaztatni mondjuk a Föld túlsó oldalára, az ne legyen problémát. Ne jelentsen problémát. Ha mondjuk egy konténerbe, egy hatalmas konténerbe kell beraknod az összes cuccodat, és el kell hajóztatni a világ másik végére, az ne jelentsen problémát. Csak most mondtam egy példát, ne legyen ilyen, csak hogy értsétek, érted? Ne legyen ilyen, csak hogy értsétek. Tehát ami azt jelenti, hogy ha az ember szabad, akkor anyagilag is szabad. Érted? Akkor nincs olyan, hogy valamit anyagi szempontból ne tudjál megtenni. Érted? Amit szeretnél persze. És ami etikus. Jó? Mert ugye az fontos, hogy olyat ne tegyél, ami nem etikus. Érted? Tehát a legeslegfontosabb a pénz szempontjából az, hogy szabad lehess. Tehát az a pénz adja meg a szabadságot, ami elég ahhoz, hogy szabad legyél. És akkor is jöjjön pénz, hogyha éppen valamilyen oknál fogva, mondjuk éppen azzal töltötted az időt, hogy a világ másik felére utaztál, csak most mondjak valamit. Érted? Mondom, ne legyen ilyen, de csak példaként mondom. Tehát
Ezt azért mondtam el, hogy megértsük, hogy most gondoljátok végig, ha megnézzük a szolgáltatásunkat, a világon a legnemesebb dolog, amiről beszéltem, hogy segítsünk az embereknek abba, hogy visszatérjenek abba a létformába, amiben jöttök. Hát ezért jöttél el? Ezért vagy itt? Ezért érezted azt, hogy hát neked ebbe tanulni kellene, haladni kellene, fejlődni kellene. Értitek? Tehát ezért kellene ezt csinálni. Tehát, hogy visszavezessük az embereket abba a létformába, amiből jöttek. Oké? Ebben nagyon nagy feladatunk van. Nem kicsi, hanem nagyon nagy. Mert ez egy korszakváltás. Egy új korszak. Tehát maga a tevékenység, hát ma a bolygón ennél etikusabb tevékenység nincs, mert a bolygó és az emberiség léte függ attól, hogy bevisszük-e az embereket az aranykorba, vagy nem. Érted? Tehát most bárki csinálhat bármit, ezt régebben sokszor elmondtam. Sütögetheti a kis pecsenyéit, érted? Csinálhatja a kis szakmáját. Ha ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor mindenki megy a levesbe, érted? Kivétel azok, akik ezért tettek, csak nem jött össze, mert akkor viszik azt egy harmadik bolygóra, ahol már aranykor van. Tehát van egy olyan bolygó, ugye itt az univerzumunkban, ahol már aranykor van, és oda lehet vinni azokat, akik megérdemlik, hogy oda vigyék. Oké, akiket lehet majd továbbfejleszteni, mert nem élnek vissza a tudással. Jó, tehát ennyi fért bele itt a legvégébe, és ha bármi olyan információ hiányzott, ami ahhoz kell, hogy te tanuló lehess, tanulóvá válj, akkor beszélj az ajánlóddal. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót házigazdáinknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a képzést, bemutató előadást. Hát ma is meggyőzhettünk róla, hogy életünk egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtük ezt a tanulást, és itt azóta is folytatjuk, és hogy szervezünk. Ugye nekünk már erre van egy KFT-nk, egy vállalkozást alapítottunk rá, hiszen itt minden teljesen etikusan van végezve, mindenből adózva van. Egyezve, tisztán leadózva minden, ahogy csak kell. Azt javaslom neked, hogyha tetszett, amit hallottál, és szimpatikus, akkor ne nagyon habozzál, hanem kezd el a képzés, hogy tudod megtenni, keresel egy PPH-st, és segít neked tanulóvá válni. Én is köszönöm Szedlacsik Miklósnak ezt az előadást. És itt a képzés alatt, ahogy hallgattam, én teljes mértékben meg vagyok győződve azon, hogy legjobb helyen vagyok. És azt is tudom, hogy itt már egyre többen vagyunk, akik erről meggyőződnek, hogy a legjobb helyen vagyunk, és a legetikusabb dolgot végzünk. Ami megint csak azt tudom mondani, hogy az emberiségért van. Én azt javaslom neked, hogy fogj össze velünk te is, és légy boldog, szabad ember, mert ez, mint ahogy mondtam, nem csak egy ember története, hanem mindenki. Azon dolgozunk, hogy létrehozunk egy olyan társadalmat, ahol az emberek szeretetben, békében, biztonságban és boldogságban élhetik az életüket, amiről most itt beszélt is nekünk Szedlacsik Miklós. Tehát az élet minden terén csak az összefogásnak van eredménye, és a Földünket és az emberiség, tehát a civilizációt is csak az összefogás mentheti meg. Itt nincs más út, nincs más lehetőség. Ezt ha valaki nem látja, akkor nem tudom, hol él. És én azt üzenem azoknak az embereknek, akik most hallgatták először, vagy már valamilyen úton, módon elé került a PPH, hogy ajánlotta valaki neki, akkor hallgass meg többször.
Még ha nem is döntötted el, hogy tanulóvá válsz, vannak a díjmentes előadásaink. Itt minden héten szerdán 18 órától, minden vasárnap 16:30-tól képzés van. Hallgasd őket, és amikor már úgy érzed, hogy valóban rájössz arra, hogy itt valóban egy olyan tudás van, amivel ebben a világban tudsz boldogulni, akkor akár el is tudsz jönni személyesen egyébként Budapestre, ahol vannak az élő közvetítések, van irodánk, és személyesen is meg tudod nézni, milyen is Szedlacsik Miklós, milyen az a közösség, ami itt van, ami szeretet alapú, és győződj meg te magad. Ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és várunk szeretettel. A következő szeminárium április 16-án 11 órától ugyanitt lesz a Lourdesban. A heti webelőadások szerdán 18 órakor, vasárnap fél 5-kor kezdődnek, mindig kivétel ünnepnapokon van eltéve máshova az időpont. Most a szemináriumot követően PPH klubot fognak tartani a vezetők. Megkérlek benneteket, hogy a kitöltött felismeréseket, ha valaki kitöltötte, és a kitűzőket a teremből kifele menet adjátok le a Szedlacsik Mariannál. De mielőtt vége lenne a rendezvényünknek, vagyis ennek a részének, alakítunk egy kört, és meg fogjuk fogni egymás kezét, bal tenyér felfele, jobb tenyér lefele néz, és így egy ilyen kis meditációs kört fogunk, egy nagy meditációs kört fogunk alakítani, és kis energiát adunk egymásnak, energiát gyűjtünk az itt lévőknek. Végén nem tapsolunk, ez fontos. Hát már nincs is más dolgunk, csak az, hogy megköszönjük Szedlacsik Miklósnak, hogy azt mondtam. Azt mondtam. Igen. A parkolás. Mariannál lehet kérni. A parkoláshoz lehet kérni kis bilétát, amivel kienged a parkoló. Szeretnénk megköszönni Szedlacsik Miklósnak, hogy mi lettünk ennek a szemináriumnak a házigazdája. Köszönjük szépen. Azt hiszem, ez emlékezetes marad nekünk. És megköszönjük nektek a felénk áradó szeretetet, és igyekeztünk minél többet visszaadni ebből. Nagyon szeretünk titeket, szeretünk mindenkit. Mindenkinek jó utat kívánunk hazafele, és még jó klubozást is. Szeretünk benneteket, köszönöm, sziasztok! Minden. Sziasztok!